Biztosan ti is szeretitek a Yu-Gi-Oh! Animéket. De micsoda kérdés ez, persze, hogy szeretitek. És én is. Mindet nagyon szeretem, de persze nekem is vannak kedvenceim. Konkrétan az Arc 5, a GX és az 5DS. Na de vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek még ezekben a szériákban sem. Ebben a videóban olyan dolgokat fogok bemutatni, amit valószínűleg már ti is észrevettetek az animékben, és valamilyen szinten ezek idegesítőek is. Kezdjük el! Első. Nem döntik el, ki kezdjen. Ugye a valóságban mindig van valamilyen módja annak, hogy eldöntsétek, ki kezdje a játékot. Kockával, kőpapírolóval vagy érmefeldobással, de ez a rész minden párbajnál jelen van. Főleg azért, mert az egyes paklikat vagy játékosokat nagy előnyhöz is juttat. Például az én egyik paklim kifejezetten jó néven veszi, ha elsőnek kezdhet, ugyanis már az első körben tudok vele sebzést okozni. De hogy van ez az animében? Konkrétan? Sehogy. Csak bekiabálja az egyik játékos, hogy ő kezd, és kész. Nincs belőle vita vagy valami, csak ennyi. Jó, persze itt előre megírt párbajokról beszélünk, de ez nekem akkor is kicsit fura marad. Második. Nem a szabályok szerint játszanak, vagy hülyeséget mondanak. A szabályok be nem tartása leginkább az első széria elején volt jelen, de ott viszont nagyon. Persze ezt később megmagyarázták elég jól, de ez elég volt ahhoz, hogy a Yu-Gi-Oh! Rajongók nagy százaléka figyelmen kívül hagyja a szabályokat és össze-vissza idézve játszom. Jó, ugye aki később komolyan vette a játékot, az megtanulta a szabályokat, de ez akkor se tett jót az egésznek. Viszont vannak olyan esetek, mikor a szereplők tök nagy hülyeségeket mondanak az animében. Két példát is hoztam nektek. Egyik az, amikor a GX-ben Judai szobatársa Hayato párbajozott az apjával. Hayato megidézte támadóállásban Desco alát, mire az apja lecseszte, hogy ezt rosszul csinálta, mert ha először védelmi állásba hozza le és utána átlátotta volna támadóba, akkor aktiválódott volna az effektje. Na de ez nem így van. Desco ala flip effektes. Pozícióváltás nélkül is aktiválódik a képessége. Elég ha face down-ból face up lesz. Sőt, elég sokáig nem is szeteltek szörnyeket az animében, amit soha nem értettem, mert használtak flip effektes szörnyeket. Másik példám, amikor az Arc 5 animében Sora fúziós idézés hajtott végre, és a kezéből használta fel a fúzió alapanyagait. Ekkor a többiek rácsodálkoztak, és meg lett magyarázva, hogy biztosan ezt hívják kézfúziónak. Na de a fúziót alapból lehet így használni. Mezőről és kézből egyaránt lehet fúzionálni. Nem is értem. Mondjuk az Arc 5 szereplői standard hülyék az összes metódushoz, de azért nem kéne túl kombinálni a dolgot. És a speckó animés effektekről még nem is beszéltünk, de most nem is fogunk. Harmadik. 4000 életpontja van a szereplőknek. Teljesen érthető, hogy ezt miért lépték meg. A 4000 életpontos párbajokat könnyebb megírni és hamarabb is lezavarhatóak. Így könnyebb belerakni egy 20 perces epizódba, de egy tapasztaltabb, sőt, akár egy tapasztalatlanabb játékos is tudja, hogy a 4000 életpont a mai formatban az édes kevés. De még a régiben is. Néha még a 8000 is. Így kicsit veszítenek a komolyságukból a párbajok. Főleg, hogy néha olyan kombókat hagynak ki, ami a való életben egyértelmű lenne. Negyedik. Motorozva játszanak. Az 5DS egyik nagy újítása volt, hogy motorozva játszanak a szereplők. Ez később megjelent az Arc 5 animében is, de a Brains-ben is volt hasonló. Ezt én igazából soha nem értettem, hogy miért kellett megcsinálni. Nekem ez nem adott semmit a történethez vagy a párbajhoz. Szimplán zavaró, hogy a szereplőknek már nem elég az, ha párbajoznak. Jó, persze az is igaz, hogy valamit ki kell találni, mert egy idő után a szimpla párbajok is unalmasak lehetnek, de ez véleményem szerint nem a legjobb megoldás volt. Inkább az Arc 5-ban megjelent akciópárbaj. Na, az király volt. És végül az ötödik. Túl szerencsésen húznak a szereplők. Igen, igen, még mindig tudom, hogy ezek előre megírt párbajok, de ha józan észre gondolkozik az ember, akkor tudhatja, hogy ennyire szerencsésen nem lehet húzni. Példának nézzük meg Judai papliát. Ugye az első évadban csak elemi hősöket használt. Ahhoz, hogy kijöjjenek a kombók, legalább kettő kell minden elemi hősből a pakliába, de ugye nem láttunk soha kettőt egy szörnyből. Ergo Judai pakliában mindegyikből csak egy volt. És ezek mellé mindig társult rengeteg hős specifikus varázs és csapdalap. Hidroágyú, szikrapisztoly, agyapáncél, stb. És véletlenül mindig pont sikerült kihúznia azokat a megfelelő szörnylappal együtt. Meg ugye a többi független varázs és csapdalap is ott volt a pakliába. De ez még nem minden. A második évadban megkapta a neolapokat, és azokat együtt használta az elemi hősökkel. Így megduplázódott a szörnylapok száma a pakliban, és ugyanúgy egy volt mindegyikből.
Plusz a neolapoknak is voltak varázs és csapdakártyái, de Judai így is mindig jó lapokat húzott. Ez zavaró kicsit. Na de ez a videó ennyi lett volna. Mit gondoltok? Jogos az észrevételem, vagy túlspirázom a dolgot? Van egy olyan megérzésem, hogy kicsit negatív fogadtatás lesz ennek a videónak. De mindegy is, ha tetszett, akkor ne felejtsétek el kinyilvánítani, és kommenteljetek ti is olyan dolgokat, ami szerintetek zavaró az animékben. Hamarosan jövök a következő videóval, addig is viszont, sziasztok!